áldás, békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az adásvezető szerkesztő Rados Péter nevében is, Lengyel Anna vagyok. Bizonyára kevesen tudják, hogy a középkori Füred településnek jelentős számú református lakosa volt. 1533-ban az első reformátorok egyike, Dévai bíró Mátyás Luther követő már itt prédikált. Első templomukról nem maradt fenn megbízható adat, de átépítéséről igen. Ugyanis 1725-ben a tihanyi apát el akarta tiltani a füredi reformátusokat az átépítéstől, mondván a terület apátsági tulajdon. 70 évvel később már szűknek bizonyult az imaháza gyülekezet számára, ezért elhatározták, új templomot építenek. 1830-ban került sor az új templom felszentelésére. Petrőc László lelkész úr, a mai 900 lelkes gyülekezet lelkésze gondos, szakavatott kutatómunkával rendet csinált, azaz sajtó alá rendezte a templomépítés dokumentumait. Ennek alapján az érdeklődők megismerhetik Füred falu református közösségének életét. Balatonfüreden sok nyaraló, kiránduló, táborozó megfordul. Ne feledkezzenek el megismerkedni a református templommal, egy darab magyar történelem. Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy a templomban közösen tartják Isten tiszteleteiket rendszeresen a helyi evangélikusokkal. Testvéreim, tanévzáró Isten tiszteletünkön dicsérjük és magasztaljuk a Szent Háromság egyörök igaz Istent a 90. Zsoltár első versének éneklésével, Te benned bíztunk elejtől fogva. Istentisztelet során sok gyerek is szerepel majd Petrőc lelkész úr feleségének irányításával. Ő segédlelkész, gyakran szolgálnak együtt, és a gyerekek nem a rádió közvetítés miatt, hanem egyébként is máskor is részt vesznek az istentisztelet szebbétételében, hiszen ők is tagjai a gyülekezetnek. Európai hírű a gyerek kórus, karvezetőjük Bíró Péterné és Horváth Ernő. Kedves hallgatóink, hallgassák nyitott szívvel a most következő református istentiszteletet. Aki véd, szeret engem, pedig talán nem érdemlem. Virágos kedven hallottam, és elmondom, mert igaz, Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét,
szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes kegyességben és tisztességben. De amíg szívünk imádkozni mer, s amíg Istennel szóba állhatunk, jöhetnek vészes, sötét, búskorok. Mi győzünk, soha el nem bukhatunk. Csak imádkozzatok, édes kisfiaim, Isten félelemmel, ember szeretettel. Mert bűn az imádság, ha mit szájatokval meghazudtolnátok rúd cselekedettel. Június van, s nagyon magam vagyok. Kísértenek élt, éltem árnya is, az elbocsátó iskolapadok. S én, vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, föl, fiú, csak semmi félelem, bár zorda harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Kedves hallgatóink, Ferenci Zsombor orgona játéka azt jelzi, hogy hamarosan véget ér az istentisztelet a Balatonfüredi Református templomban épp úgy, mint az ország sok más templomában. A nyaralóknak további kellemes pihenést kívánok. Töltsék kedvükre a nap további részét, a jövő héten pedig tegyék a dolgukat minél jobban. Búcsúzunk! Az adásvezető szerkesztő Rados Péter volt. A műszaki kollégák Mihály Lajos, Orbanic István és Vida László. A közvetítést Lengyel Anna vezette. Viszont hallásra!